A jó hangulatú beszélgetések támogatója a Borsuttogó. Hashtag No Filter. Filter nélkül. Az inspiráló, magabiztos férfiak magazinja. A műsorszámot Anutriverzum támogatja. Szép jó napot kívánok minden kedves hallgatóknak és YouTube nézőknek. Ez itt a hashtag NoFilter, nőkfilter nélkül én Köböl Anita vagyok. És ahogy ahhoz már hozzászokhattak az idei évadban, azért nem csak nőkkel beszélgettek, hanem férfiakkal is, és ezúttal is egy férfi vendégem van. Hogy milyen összefüggésében kerül ma ide a stúdióba, ezt mindjárt vázolom is önöknek, de nagyon sok szeretettel köszöntöm Keleti Artúr, Kibertitok Jövőkutatót, Informatikai Biztonságnapja alapítóját. szervus szép napot kívánok! Szia, szia, köszönöm a meghívást! Hát én köszönöm, hogy itt vagy. De be kell, hogy valljan neked, hogy eddig azért többnyire nagyon magabiztos voltam, és tudtam, hogy mit akarok az interjúk során kihozni és megtudni. Én annyira félek a mostani beszélgetésünktől, Nem de csak azért mondt. olyan ismeretlen területet számomra, hogy ez rémiszt meg. És az ebből és fakadó félelem fog majd szerintem nagyon sok kérdést feltenni, meg lehet, hogy egy picit majd kukatosnak fogok tűnni, de hát ezt jó néven vet kérlek, hogy nagyon kíváncsi vagyok a válaszaidra. Na de hogy hogy kerülsz ugye ide egy női műsorban, az is nagyon magától értetődő. Nem arra vagyok kíváncsi esetetben, hogy milyen a te múltad ezen a paletten, hanem leginkább arra, hogy a te jelenlegi tudásod szerint a mesterséges intelligencia az hogyan és milyen formában fogja majd megreformálni, átírni, átrajzolni a női férfi szerepeket, Kapcsolatokat, párkapcsolatokat, és akár a szexualitásunkat is. Velős téma, és talán az az egyik legfontosabb alapvetésünk és alapkérdésünk, hogy tart-e bárhol a világ ebben a témában, kutatás szintjén, vannak-e információink erről, vagy egy nagyon ingományos terepre tévedtünk. Az az érdekes, hogy a mesterséges intelligencia, amit most annak tekint az általános, nem csak a tudomány, hanem ami, amivel az, talán a hallgatók, nézők is folyamatosan találkoznak, például a Cseh GPT és hasonlók, ami ma népszerű. Ez egy hát meglehetősen szürke zóna még a kutatóknak is, ami azért érdekes, meg egyben ijesztő is, mert ahhoz nem szoktak hozzá a technológusok, hogy egy ilyen fekete dobozszerű valami, amivel már mindenki játszik, az a kapcsolatos kérdéseket ők sem biztos, hogy meg tudják válaszolni könnyen. És pont ez adja az érdekességét, hogy hogy mivel még nem tudjuk pontosan ezekről a modellekről, hogy mi is jár a fejükben, ez egybe lehet ijesztő, hogy ez a Terminátoros verzió, a Skynet, amikor mind meghalunk, de ugyanakkor nyilván van ennek a másik jó oldala is, vagy a jó oldala, az pedig az, hogy egy csomó olyan dologra választathat, mert hogy ismeri a kontextust, rengeteg dokumentumot, anyagot elolvasott, az, az emberiség által készített szinte összes információ a birtokában van, ezért lehet, hogy egy olyan bölcsel állunk szemben, aki egy csomó olyan kérdésre tud választ adni, akár lehet, hogy kiegyensúlyozottan is, amire amúgy nagyon nehezen találnánk meg a választ, illetve ez mindig rendelkezésre áll. Tehát tulajdonképpen bármikor oda mehetünk, és bármikor kérdezhetünk ettől a valamitől. Most azért nem valakit mondtam, mert ugye még nincsen neki ilyenje, személyisége, vagy ki tudja, hogy van-e, majd biztos beszélünk erről. A személyisége, vagy teste kell, hogy legyen? Um, hmm. Hát attól függ. Az emberek általában a testhez kötik, meg a test tudathoz kötik azt, hogy valami egy egész általános, természetes intelligencia. Tehát, hogy megvan a tudata, tehát van tudata, és van egy teste, meg érzékeli a világot, ami körülötte van. De. Hogy ez a mesterséges intelligencia esetében is így kell -e, hogy legyen, ezt nem tudjuk. A kutatók azt mondják, hogy így kellene, hogy legyen, tehát hogy, hogy az lenne az igazi, és ezen dolgoznak is már, hogy testet is adjanak a robotnak, érzékelést is adjanak neki, hogy a mesterséges intelligencia teljesen száz százalékban úgy lássa a világot, hogy mi, ne csak egy ilyen dobozból, egy ilyen prompt vagy egy billentyűzeten keresztül. Hát magyarán, amikor mi mag, ma mesterséges intelligenciáról beszélünk, akkor gyakorlatilag programról beszélünk, ami mindenkinek a számítógépén ott van, vagy hogy kell ezt igazából elképzelni? Éppen az a trükk ebben az egészben, hogy eddig a gépekről azt szoktuk meg, hogy azok ilyen programok, ahogy mondod, meg algoritmusok, meg szoktak ilyen szavakat használni, adatbázis, meg ezek, mert ugye Ezért is félek a <laughs> de, de, pont az a jó, hogy itt meg nem erről van szó. Persze programok futnak mögötte minden algoritmus, tehát a szokásos dolgok vannak, viszont ez az egész rendszer, ez egy olyan úgynevezett modellt működtet, amit, amit úgy tanítottak meg, hogy nagyon sok információ információt megmutattak neki, és ő az agyában, a neurális hálózatában, ami nagyon hasonlít az ember gondolkodás módjá, vagy hogy az ember agyának a szerkezetéhez, összerakott magában egy képet arról a rengeteg információról, amit tanult, mert meg kellett tanítani. Tehát ő tulajdonképpen én azt szoktam mondani, lehet, hogy ez így erős a beszélgetésünk elején, de én azt szoktam mondani, hogy ez egy másik faj igazából, akit mi teremtettünk, jobb így ránézni, mint egy algoritmusra, aki nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat tud rólunk emberekről. És ezért beszélgetni kell vele. Tehát a kutatók is, amikor ezért mondtam azt, hogy nem vagyok benne teljesen biztos, hogy jótok válaszolni az első kérdésedre, amikor a kutatók megpróbálják megérteni, hogy mit tud ez a valami, akkor beszélgetnek vele. Ugyanúgy, mint ahogy mi most egymással beszélgetünk. És ebből lehet megtudni azt, hogy ő valójában mire képes. Tehát nem egy program, ami lent van az emberek számítógépén, hanem ez, olyan, ez egy olyan nyelvi modell, ami megtanult nagyon sok mindent arról, hogy mi milyenek vagyunk. A megfelelő emberek tanítják meg neki? És most csak ezt, úgy ez a kérdésem, szerintem lehet, hogy elég komplexnek hatni, hogy te ugye tudósokról, kutatókról beszélsz, miközben ugye azt is lehet hallani, hogy gyakorlatilag a mesterséges intelligencia, és sőt, ezt talán ki is mondtad, most nagyon sok információt összegyűjt a világból, és hogyha én Kis ember arra gondolok, hogy mennyi fals információ kering a világban, csak egy komment szekcióban, ha ebből kiindulok, személyes példát is tudnék mondani sok esetben, de inkább most eltekintek ettől, akkor ő honnan tudja azt, hogy az az információ, aminek birtokában van, az valódi vagy kamú? Vagy legalábbis hamis? Ezt ő tudja szűrni? Jogos a kérdés. Jelenleg azok a modellek, amikkel főleg dolgozunk, Azoknak a betanításához technológusok, tudósok megpróbáltak egy olyan anyagmennyiséget kiválasztani, itt nagyon nagy anyagmennyiségről van szó, a világ majdnem összes könyve. Például a Wikipédia szócikkek, ami már lehet vitatkozni, mm. hogy azok most mennyire kuráltak, ugye, mennyi, ami benne van, az most mennyire hiteles, mennyire nem hiteles. De rengeteg ö, olyan szakkönyv is benne van, ami szociálpszichológiával, pszichológiával, akár szexualitással, akár ugye a jelenlegi témánk a férfi kapcsolatok kapcsolatokkal foglalkozik. Ezeket ő mind összeszedte, sőt, az összes szentkönyvet elolvasta, elolvasta, rengeteg ö, rengeteg ilyen Reddit és hasonló fórum beszélgetést, amiben, már ott, rá, az, rá, amiben már ott van amiben Az ott az, hogy igen, hát ott jön a trollkodás, jön ez az amaz. Igen, ezeket mind benyalta, és ezeket meg is tanulta, vagy inkább azt mondanám, hogy kialakította magában erről a saját kapcsolatait, és ez azért nagyon fontos megemlíteni, mert ez nem egy új Google. Tehát ha tényeket kérdezünk tőle, az is lehet, hogy fals információkat fogadni nekünk, sőt, van egy ilyen jelenség, amit úgy hívnak, hogy halucinálás, tehát ezek a rendszerek időnként teljes butaságokat képesek nagyon hitelesen előadni nekünk, tehát kérdezünk tőle valamit, és valami olyan dolgot mond, egy betegségről, vagy egy, egy nem létező szeméről, hogy elolvasta az ember, és azt mondja, hogy hát ez a kell lehet, hogy igaz. Tehát erre nem jók, erre más megoldásokat kell használni. Szóval, hogy jól tanították-e, ez egy óriási kérdés, megpróbálták amennyire lehet kiszűrni azokat a tartalmakat, amit nem kéne, hogy megtanuljon, viszont nagyon érdekes, hogy miután ezeket mind elolvasta majd elkezdtek vele beszélgetni, bizonyos szempont nagyon gyakran előfordult, hogyha nem szűrik a modell, tehát nem, nem veszik körbe valami kerítéssel, akkor elkezd nagyon hasonló dolgokat produkálni, mint az átlagember amit most nem akarok, hogy természetesen megsérteni, mm. mert átlagembert nehéz megsérteni, de hogy, de hogy senki is átlagos, ugye tudjuk ezt, de, de akkor produkál egy csomó olyan dolgot, ami, amit nem szeretünk látni. Tehát el tud mozdulni rasszista irányokba, elkezd, elkezdi elmondani, hogy ő hogyan venné át a világ fölött az irányítást, ez egy csomó olyan, csomó olyan, dolgot, ami, ami érezhetően emberi ösztönökből jön, de azok szintén szerepelnek abban a sok dologban, amit mi leírtunk a világról, ezek is mi vagyunk, és az érdekes, hogy hogy, hogy én kicsit azt érzem, hogy tulajdonképpen a mesterséges intelligencia azon keresztül, hogy sok mindent megtanult, egy tükröt tart nekünk. És ebben mi nem szeretünk belenézni. Mert hogy olyan dolgokat látunk meg magunkra, amit nem akarunk látni. Amit inkább elraknánk, hogy ez, ez nincs. Miért van szüksége a világnak a mesterséges intelligenciára? Tehát azt én értem, hogy az evolúciós velünk járója az, hogy az ember folyamatosan fejlődik, megy előre, kutat, keres bizonyos kérdésekre, bizonyos válaszokat. De van-e szükségünk egy olyan valamire, ami akár több is tud lenni, mint az ember maga? Válaszolok, erre kétféleképpen válaszolnék. Válaszolok egy ilyen nagyon praktikus verziót, amit szerintem, szerintem hamarabb meg lehet érteni és nagyon emberi is. Szerintem azért csinálják ezeket a modelleket jelenleg a kutatók, mert gyerekkorukban nagyon sokat fantáziáltak arról, hogy milyen marha jó lenne, hogyha ők robotokkal beszélgethetnének, meg nézték a Star Trek-et, meg a Star Wars-t, meg ezeken nőttek fel, és tulajdonképpen ma nagyon sok ilyen típusú technológiai újítás az azért van, mert a, ezeknek a cégeknek az első számú vezetői azok még mindig szeretnének játszani ilyen dolgokkal. Például a, a van az a kis kütyű, amihez lehet beszélni, ott van az asztalon és irányítja az életünket, ilyen otthon automatizálási rendszer. Na annak például a, a tulajdonosa az azért csinálta, ez teljesen egyértelmű, mert a Star Trekben látta, hogy van olyan, hogy egyszer csak beszélünk egy szobában a számítógéphez, az meg válaszol nekünk, érti, amit mondunk, meg nagyon okos. És ő akart egy és akkor azért csináltak egy ilyet. Ugye az OpenAI-nak a vezetője, aki a chatgpt t irányítja, például kimondottan szeretett volna egy olyan robotot, aki érti, hogy mit mond neki, és el tud vele beszélgetni dolgokról. Tehát, hogy ezek, tehát ez az egyszerű magyarázat, de ez nagyon sokat számítám. Tehát az, hogy ezeknél a cégeknél ezek az emberek, ezek nagy gyerekek, és valójában szeretnének játszani dolgokkal, ez fontos. Ez fontos, mert kreatív, innovatív energia ez oda bekerül. És nyilván van egy másik magyarázat, az pedig az, hogy a informatikusokra eddig azért volt szükség, most biztos sokan nem fognak szeretni azok közül, akik ezt a szakmát űzik, de azért volt szükség, mert egyszerűen a gépek nem beszélték az ember nyelvét. Tehát ez az, ez az egész szörnyelem, ami általában éri az embert, amikor egy operációs rendszer ott kattingat, és fölugranak dolgok, és ez, amit mondta, adatbázisok, algoritmusok, minden, ez, ez nem egy emberi dolog. Tehát ez így, úgy is mondanám, hogy nem teljesen normális, vagy <coughs> hétköznapi viszont mindenki dolgozik vele. És én azt hiszem, hogy azért van szükség ezekre a, onnan indult, hogy nagy nyelvi modellekre, hogy emberi módon tudjunk beszélni a gépeinkhez, és azok emberi módon tudjanak válaszolni. És a másik ilyen Gondolat pedig egy kicsit narcisztikusabb, az pedig az, hogy mi úgy látjuk, hogy itt ezen a bolygón az ember a legsikeresebb, tehát valami olyat akarunk építeni, ami az embert másolja le gépi formában, és azon a, mó, azon a módon tanul, és úgy gondolkodik, ahogy egy ember, csak sokkal gyorsabban, jobban, és így és csak itt a válasz. Na, hogy hát igen, csak ez az, ami engem például, és nem szkeptikus vagyok, hanem tényleg őszintén hogy én az vagyok, aki egy kicsit fél és tart ettől jogos. az egésztől, hogy a gyorsaság, amilyen ütemben ő fejlődik, egy-két évvel ezelőtt még igazából el se hittük, meg nem gondoltuk. Ma meg már tényekről beszélünk, és olyan jövőbeli dolgokról, amik véletlenül ennek kapcsán előttünk állnak, amire mi idáig eljutottunk, hogy fejlődjünk, és az agyunk képes legyen, mondjuk nem tudom a hány százaléket, a 70 százaléket ki se használjuk, ugye, ha elvileg ugye az még van. Többet, tehát, hogy nem. még többen vannak, akik még, még a 98-at se, de ez most persze irónia a részemről. Na, de a lényeg, ami a lényeg, tehát, hogy mire mi ide, ide, jutunk, az nagyon sok évszázad volt. Évezredekről is beszélhetünk. És akkor itt van valami, amit az ember kitalált magának, viszont olybá tűnik, hogy túl is fog nőni rajta. Igen, egyes és ez a vagy nőtt. akár már most is. Igen. És hogy ezt vajon mi akarjuk, és ez jó lehet ennekünk, nekünk, vagy lesz-e bárki, akinek egy, egy pontomjuk megállt tud parancsolni? Én azt hiszem, hogy ez egy elkerülhetetlen része volt a technológiai fejlődésnek. Hogyha belegondolsz, igazából azt, hogy mi most itt beszélgetünk egy műsorba, és ez csak úgy lehetséges, hogy technológiát használunk, körülöttünk mm -hmm. csak ez van: mikrofonokba beszélünk, mind a kettőnknek a fülé egy fejhallgató, és ezt csak úgy tudják hallgatni a hallgatók, hogy nagyon-nagyon sok technológiát használnak ők is, vagy nézni ez, ezt, nem le, ezt nem volt muszáj így csinálni. Tehát most csinálhatnánk azt is, hogy mi egy olyan fejlett biológiai lény vagyunk, aki egyszer csak gondol valamire, telepátiával, és az egész dolgot megbeszéljük 20 másodperc alatt, és mindenki tudja a Földön, hogy mi mit gondolunk. De ez nem alakult ki. Erre meg volt az esélyünk, de nem, nem csináltuk meg. Mondjuk én azt olvasom, vagyok biztos, hogy akarnám meg, hogy bárki belelásson a fejemben. Hát igen, akkor majd még egy kicsit lehet, hogy tudok, tudlak sokkolni. És sejtem szóval, is, hogy, erős, akarok majd szóval, vele szóval, beszélni, hogy, persze. Hogy, Igen, igen, tehát hogy, hogy, erre meg volt a lehetőségünk, de mi nem, azt, nem, ezt az utat választottuk, hogy miért azt nem tudom, hanem azt az utat választottuk, hogy technológiával próbáljuk meg fejleszteni magunkat. De ha belegondolsz, már most is, ha úgy tetszik, ez egy ilyen kicsit transhumán gondolat, hogy van az ember és van a technológia, és a kettő együtt értelmezendő, de ha most is itt tartunk, nem csak csak azért, mert ezt a műsort csak így lehet hallgatni, hanem azért, mert senki nem jegyzi meg azt a 2000 telefonszámot, amit föl kell hívnia, senki nem jegyez meg fejből weboldalakat, meg, meg, meg mindenféle egyéb adatot, hanem oda nyúl a gépéhez, a telefonjához, a nem tudom mihez. Tehát már most is nagyon erősen kötődünk a technológiához, és az, hogy a technológia milyen mértékben tudja ezt a képességünket, hogy mondjuk kreatívak vagyunk, gondolkodunk, összerakunk dolgokat, hogy tudja segíteni, vagy esetleg hogy tud túlnőni rajta, akár olyan módszerekkel is, amit mi is használunk, ez szerintem egy természetes következő lépés volt. Tehát én azt hiszem, hogy ha belegondolsz, az emberek kíváncsiak. Tehát a gyerek első mozdulata az, hogy ki akarja nyírni magát. Tehát kíváncsi. Tehát szeret, szeretni, szeretni megismerni a világot, akár még úgy is, hogy az életét kockáztatja. Tehát ezt a kíváncsiságot szerintem nem tudjuk magunkba lefolytani, és ebből fakad az, hogy technológiában mindig túl akarjuk szárnyalni a saját magunkat is akár. Még akkor is, ha ebben benne van annak kockázata, hogy ennek a fajnak akár alárendelt faj. Lehetünk mi emberek, vagy faja lehetünk mi emberek, és ráadásul mindezt úgy, hogy hát, hú, nagyon, nagyon sokrétű ez a kérdés, meg ez a téma. Tudom én, hogy egyébként bele fogok bonyolódni sok szempontból. De én azt érzem, hogy ma még mindig ott tartunk, hogy az ember keresi önmagát. Tehát, hogyha megnézzük a könyveket, ha megnézzük nagyon sok beszélgetést, ugye nálunk is ott tartunk még, hogy, és akkor kicsit kapcsolódva a mai beszélgetésünk apropójához is, hogy férfiak és nők, és a férfi és a női szerepek, és a párkapcsolat, és ahelyett, hogy közelítenénk egymás felé, még ráadásul, mintha egy picit távolodnánk is. Na most akkor kitalálunk magunknak valamit, ami nem feltétlenül ezt segíti, vagy aztán majd mindjárt mondod, hogy segítheti-e akár, és ha igen, milyen formában. Hát ez egy nagyon jogos kérdés, és igen, teljesen igazad van. Ez valószínűleg korábban jött, mint ahogy képesek vagyunk feldolgozni, de már itt van, tehát arról beszélgetni, hogy hogy mi lehet volna, ha annak nem sok értelme van. Sőt, ugye egyesek javasolták, hogy lassítsunk le egy kicsit, uh -huh. mert hogy hát nem írjuk ezt a tempót, de nem fogunk lelassítani, mert olyan hihetetlen előnyökkel rendelkezik ez a rendszer a tudományban, a kutatásban, a technológiai problémák mérnöki problémák megoldásában, hogy senki nem fog lelasítani, plusz azt se felejtsük el, hogy játszik, mert játszunk egy marha nagy monopolit a világon, egy óriási gazdasági rendszerben vagyunk, ahol az, aki gyorsabban tud jó eredményt produkálni, az profitábilis, az nyereséget termel, és az nyer. Ennyi. Tehát, hogy éppen ezért, amíg, amíg, amíg a világban ezt a gazdasági monopolit játszuk, addig ez a, ez a, dolog nem fog lelassulni, nem fog leállni. Pláne, hogy most, 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 ha, ha mérlegre teszed azt, hogy igen, valóban, nem jöttünk még arra sem rá, hogy milyenek vagyunk, de eközben egy ilyen rendszer mondjuk 20-30 évvel meg tudja hosszabbítani az életünket, vagy megmenti a gyermekünk életét, vagy a szüleink életét, akkor most mit mondjuk? Állítsuk le? Persze, állítsuk le, mert mi van akkor, véletlen véletlenül átveszi a hatalmat. Ilyet senki nem fog mondani szerintem. De, és nincs benne az a kockázat, és persze most beszélhetnénk érdekkörökről is, de az nagyon elvinni a beszélgetésünket, hogy egyszerűen az ember el fog butulni, mert bekapcsolunk egy gépet, akitől ha kérdezek valamit, az meg fogja adni a választ, vagy ha mert el akarok menni vizsgázni, vagy mert meg akarok ismerkedni valakivel, akkor én nekem olyan arcom lesz, olyan testem, ugye ma már látjuk díjféktől kezdve minden itt van mellettünk, vagy a ChatGPT majd megadja a tökéletes választ, és hogy igazából nem is lesz ránk szükség. Mm egy picit már most is ez van, tele vagyunk filterekkel, no filter, tele vagyunk Én filterekkel. Mondom, hogy, hogy nem leszük tele, igen. Hát ezt, ezt így értem, csak most a mesterséges intelligenciáról beszélünk, ezt. és az összes filter a világon, az majdnem mesterséges intelligenciával működik, tehát... Um, hát elbutulhat az ember. Elbutulhat az ember, abszolút, és szerintem már ez most is így van. A kérdés az inkább az, hogy mit várunk a jövőben egy, a, mit várunk a jövőben egy embertől, mi lesz igazából az érték? Akár két ember számára, akár egy pár kapcsolatban is, és um, ezt szerintem még nem raktuk ki. Ez most érkezik meg, hát az egyetemeken, iskolákon már küzdenek azzal, hogy amikor a, a gyerek megírja, vagy a tanuló megírja a beadandó feladatát, ilyesmi, azt már mesterséges intelligenciával írja meg, és akkor persze lehet verni az asztalt, hogy mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy te mit tudsz, de a kérdés az, hogy tényleg ez a fontos, hogy egy ember mit tud. Nem biztos, hogy az a fontos, hogy mit tud az ember, hanem az a fontos, hogy a géppel együtt mit tud. Viszont ez nyilván be tartalmazza azt a problémát is, amit mondasz, hogy ha azt nem fejtjük meg, hogy mondjuk egy párkapcsolatban mit vár az ember a másiktól, hogy az mi az, amit géppel, és mi az, amit gép nélkül kell, de hogy megadjon neki? Miért számít az, hogy az ember mit tud a géppel, amikor a gép önmagában már tudja azt, amit az ember? Jogos, jogos. Én még próbálom az emberben tartani a dologban, de kivehetjük. Tehát, hogy de én a nagyon szeretném, mondani. csak csak minden egyes plusz mondat meg gondolat abba az irányba tereli az én érzelem világomat, hogy. Hogy még mindig megerősíti tényleg a félelmemet. <laughs> Értem, de most sajnos nem is biztos, hogy ki tudom oltani a félelmedet teljesen. Uh -huh. Én inkább azt próbálnám mondani, hogy az még hátra van, hogy az emberek ehhez a viszonyukat meghatározzák. Uh -huh. Azt, hogy ő bennük mi az érdekes, vagy mi az értékes. És mondok egy olyat, amit még a gépek nem tudnak. Úgy tűnik, hogy az agyunk és az a képességünk, hogy ráérzünk valamire, ahogy mondjuk ikerpárok megérzik egymást, vagy ahogy mondjuk a szerelmesek úgy érzik, hogy mintha ők valahogy egy test, egy lélek lennének. Ezeket a dolgokat lehet, hogy valami kvantum szintű kapcsolat okozza. Nyilván, hogy persze mondhatjuk azt, hogy a lélek, és mondhatjuk azt, hogy nincs rá fizikai magyarázat, de hogyha tudományos oldalról nézzük, elképzelhető az, hogy, hogy mondjuk ezeket a dolgokat, ezeket az érzéseket ezeket csak két biológiai lény tudja átélni. Tehát, hogy mesterséges intelligencia megtanulni meg tudja, szimulálni tudja, de nem lesz része ennek a folyamatnak. Tehát lehet, hogy nekünk inkább az a feladatunk, hogy amit biológiában ezt hozzá tudunk adni, azt adjuk hozzá, és azokat a dolgokat, amiket meg jobban csinál egy olyan rendszer, ami megtanult minket, leszimulál minket, de gyorsabban, jobban csinálja azt, amit mi csinálunk, azt meg engedjük át neki. Viszont ehhez meg kell határoznunk azt, hogy mit várunk magunktól. Tehát mondjuk, hogyha mi egy párkapcsolatban vagyunk, és mondjuk én azért tudok mindent időben odaadni neked, vagy mindent megadni neked, mert egy gép segít nekem folyamatosan, vagy amit az előbb példaként mondtál, azért tudom elmondani a helyes mondatokat arról, hogy hogy menjünk el a hétvégén kirándulni, mert a gép ismer téged, és még ismeri a programodat is, és javasol valamit, hogy hogyan mondjam el. Azt nekünk kell eldönteni kettünknek egy ilyen kapcsolatban, hogy ez zavar minket, vagy nem. És hogyha azt mondjuk, hogy zavar, akkor nyilván ki lehet kapcsolni, sőt, valószínűleg az intim kapcsolatok, meg az intimitás mértéke növekedni fog akkor, amikor kettőnk köz, két ember között nincsen, vagy nem lesz technológia. Tehát ezek felértékelődnek majd ezek a, ezek a pillanatok, de az, hogy mi az, amihez technológiát akarunk használni, akár éppen ugye szóba hozt az én a szexuális életünk javításához is, az lehet, hogy még éppenséggel jobb is lesz. Mert azok a kérdések, amelyeket egy, esetleg nem merünk megbeszélni, vagy nehéz megbeszélni, tabú, ilyesmi, azokat lehet hogy egy ilyen közvetítő közegen keresztül meg tudunk beszélni. De létezhet az, hogy, hogy oké, okay, megpróbálom alapkérdéssel kezdeni az egészet, mielőtt elmegyünk szünetre, hogy a férfi és a női viszonylatában jelenleg hol kap szerepet a mesterséges intelligencia? Mert biztos, hogy ebben, hogy valahol már ott van a szerepe, és nem feltétlenül gondolom, hogy ez a Tinder-t jelenteni meg a társkereső oldalakat, vagy egyébként ez már az, ez már a nulladik szint? Hát az, hogy találjuk meg azt a partnert, aki igazán alkalmas nekünk, az szerintem lehet, hogy könnyebb úgy, hogyha olyan rendszerek próbálnak meg minket egymással megismertetni, akik tényleg ismernek minket. De a tényleg ismerés alatt nem azt gondolom, hogy ismeri hat paraméterünket, mert az, 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 nem, az nem ismeret, hanem olyan típusú ismeretre gondolok, hogy nagyon sokat beszélgetett már velünk, érti, hogy mi hogyan gondolkodunk, mi az érdeklődési körünk, mire hogyan reagálunk, és persze ismeri a szokásainkat is, de az egy mellékes dolog. A lényeg az a, az a mag, az az, hogy mi nekünk mi az értékrendünk, hogyan, hogyan, gondolkodunk, hogyan reagálunk, mit szeretnénk az élettől, mik az élet céljaink, hogyan viselkedünk, és mondjuk olyan szemét keressen nekünk, aki ebben hasonló. És aztán persze a Két ember azt csinál, amit akar, de lehet, hogy például ez a matchmaking, ugye egymás megtalálása, az lehet, hogy jobb egy mesterséges intelligenciával, de, de hogy válaszoljak az előtti kérdésedre is, szerintem én, én nem vagyok párkapcsolati terapeuta, azt viszont látom, hogy a legtöbb embernek, pláne hosszú párkapcsolatokban, nagyon komoly problémája az, hogy azt hiszi, hogy a másiknak mindent megad, vagy vagy úgy gondolja, hogy ő jól érzik magukat egy ilyen kapcsolatban, azt a végén kiderül, hogy mégsem. De ezeket például lehet, hogy a folyamatosan meg tudják beszélni, Élni, egy olyan kapcsolati terapeutával, na, akár nap mint nap, aki ezt egyensúlyban tudja tartani egy ilyen közvetítő közeggel, az olyan, mintha rendszeresen járnának valamilyen terápiára, vagy beszélgetnek valakivel, csak nem, nem olyan erőltetett talán, nem olyan, hogy oda kell mennünk valahova folyamatos, hogy valamit csinálunk, kell, hanem lehet, hogy folyamatosan mederbe lehet tartani ezt a, ezt a dolgot. Na jó, hát jár az agyam egy húzomban, szerintem ezt lehet, hogy láttad a szememben is, hogy no, már megint egy gondolat, hát elmegyünk most egy gyors szünetre, mert okay. megpróbálom felszívni magam mindenhez. Így, jár egy pohár I és egy kis víz. És utána folytatjuk is a beszélgetésünket keleti artúrral arról, hogy a mesterséges intelligencia hogyan hat majd a férfinői szerepekre, a párkapcsolatainkra, akár a szexualitásunkra, mindjárt jövünk. A műsorszámot a nutriverzum támogatja. Keleti Artúrral folytatjuk is a beszélgetésünket. Mesterséges intelligencia a férfi és a női párkapcsolatokban egyáltalán. Talán azt is mondhatom, hogy a személyiségünk alakulásának és fejlődésének során, hogy hol kap szerepet, kell-e félnünk tőle vagy sem. És hát te vetetted fel ezt a kérdést, de visszadobom a labdát neked, hogy egy gép, én mondom most már őt gépnek, jó? Ugye egyáltalán tudjuk-e azt róla, hogy ő férfi-e vagy nő? Mert ugye ez azért is költői ez a kérdés, hogy egy picit tovább gondoljuk, hogy ha majd egy férfi beszélget vele, meg ha majd egy nő, hogy mondjuk hogyan tudja jobbá tenni a párkapcsolatán, akkor ő Kell, -e, hogy belehelyezkedjen abba az élethelyzetbe, hogy mondjuk hogyan szemlélődik egyik és másik a világról, mert azt azért tudjuk elviekben, hogy a férfiak és a nők másképp gondolkoznak és működnek. Igen, igen, ugye erre a hivatos válasz az, hogy semmi különbség nincs, de közben mindenki tudja, hogy nagyon is eltérőek a, a nemek egymástól. Az a, az a helyzet, hogy erre egyre több kísérlet zajlik. Pont nem nem hetétlen arra, hogy mondjuk mi a különbség a, a nemek között, vagy hogy a mesterség intelligencia milyen nebi lehet valószínűleg. Hanem inkább arra, hogy mennyire jól tudja szimulálni az embereknek a viselkedését és a gondolkodásmódját. És olyan kísérleteken már túl vagyunk, a pár hónapja bemutatták, hogy adtak mesterséges intelligenciáknak olyan feladatot, hogy te most egy ember vagy és az a dolgot, hogy ebben a kis világban éld az életedet, és itt van még rajtad kívül 20 x darab másik ilyen ember, és egy napot éljetek át, nézzétek meg, hogy mi történik. Adtak nekik memóriát, ugye ez egy fontos dolog, tehát az embereknél különösen fontos, ha már férfi-női kapcsolatokról beszélünk, azt hiszem a férfiak mind ismerik azt a jelenséget, hogy a hölgyek mindenre emlékeznek. Tehát például az egy nagyon fontos tulajdonsága egy ilyen gépnek, hogy meddig tud kontextusban maradni. Tehát emlékszik-e arra, hogy három évvel ezelőtt nem nyitottam ki az ablakot, amikor ki kellett volna, vagy éppen az ellenkezője, hogy tíz évvel ezelőtt meg milyen kedvesen adtam oda azt a pohár tejet. Tehát, hogy ezeket a, ezeket a dolgokat a, a, mesterséges intelligencia úgy tűnik eléggé komoly sikerrel veszi. Tehát ez a szimuláció még egy napig tartott, és pontosabban nekik egy napig, a valóságban meg szerintem 10 perc alatt lezajlódott. Ugye ez is egy érdekes jelenség, hogy a gépek sokkal gyorsabban vég tudják mindazt csinálni, amit mi csinálnánk. Ez azt bizonyította, hogy ezek a gépek, a kis ágensek, agentek, ügynökök, ezek egymással kapcsolatba tudnak kerülni, beszélgetni tudnak egymással, élik az életüket, sőt, még elkezdtek szervezni azt hiszem, ami Valentin napi ünnepséget is, és arra meghívókat küldözgettek ki, meg meghívták egymást, meg ilyesmi, sőt, még plegykákodtak is egymásról, hogy kinek mi a véleménye. Tehát igen, jól tudták leszimulálni az emberi viselkedést, mert a mögöttük lévő mesterséges intelligencia nagyon sokat olvasott az emberről, regényeket, újságokat, cikkeket, stb., és az agyába össze tudta rakni azt, hogy az emberek bizony ilyenek. Szerveznek, majd plegykálnak, tanulnak, alszanak, kávét főznek, mindenféle dolgokat csinálnak. És azt gondolom, hogy hogy például az én területem, az én kutatási területem, ez a titkok és az, hogy hogyan tudják a gépek megőrizni az emberi titkokat, ahhoz az egyik legalapvetőbb elem az pont az kell legyen, hogy a gépeknek értenie kell azt, amit kérdeztél, hogy, 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 hogy hogyan viselkedik a másik ember, miről mit gondol, értenie kell a kontextust, és benne is kell maradnia egy ilyen dologban. Például az, hogy mi most miről beszélgetünk, azt én végig fogom tudni a beszélgetés végéig, meg még lehet, hogy még három-négy napig, de a gépeknek ehhez extra memória kell, képesség kell, hogy ezt, ezt tudják. Viszont úgy tűnik, hogy erre képesek. Tehát ebből viszont számomra az következik, hogy igenis jól értik az embereket, és igenis le tudják szimulálni azt, hogy hogyan gondolkodik egy ember. Tehát most lehet, hogy ezzel a gép bölcselet itt részt erősítem, de szerintem a mesterséges intelligencia az akármilyen nemű tud lenni. Sőt, nem csak akármilyen nemű tud lenni, hanem bele tudja magát képzelni azokba a bonyolult helyzetekbe is, amiben az emberek nagyon nehezen, hogy valaki mondjuk egy ilyen nemű, de egy másik neműnek vallja magát. Na, ezen gondolkoztam, miközben hallgattalak téged, hogy ugye, amit mondtam is az elején, forradalom zajlik, az nem csak arra vonatkozik, hogy a nők megtalálják a helyüket a világban, és egyáltalán elfogadtassák azt, akármi csak a munkavilágában, hogy ők is kereshetnek jól, vagy legalább olyan jól, mint a férfiak, hanem ráadásul van egy nagyon erős LMBTQ vonal is, ahol még mindig ott tartunk, hogy az egyén próbálja saját magát elhelyezni ebbe a világban, most akkor ezt is már tudja a gép, hogy, és végül is ezt mondtad ki utoljára, hogy bár a fizikai test lehet akár egy fém, férfié, mondjuk egy női lélekkel gondolkodó valaki. Igen, egy sőt, sőt, ez egy egy, egy egy, ennél sokkal bonyolultabb dolog, és pont ezért nehéz megérteni, mert az, hogy mondjuk valaki milyen nemű biológiailag, meg az, hogy milyen a, a szexuális irányultsága, vagy az, hogy kik iránt érdeklődik, vagy az, hogy mivel azonosítja magát, és miként gondolkodik, ez 5-6 dimenzió. És ezért nem ilyen egybites vagy bináris, ezért nem értették régebben a gépek az embereket, mert ez egy sokkal bonyolultabb gondolkodás, ez egy sok dimenzióban kell egyszerre gondolkodni. Én azt állítom, hogy ezek a gépek értik ezt a fajta gondolkodást. Én elég sokat kísérletezgettem azzal, hogy beszélgettem ilyen modellekkel, nem csak a GPT-vel, más modellekkel is, és számomra teljesen világos, hogy amikor például erről a témáról van szó, hogy most a, a genderrel mi van, ki hogy gondolkodik, akkor nagyon világosan, értelmesen el tudja magyarázni a különbségeket ezek között a gondolkodásmódok között, és bele is tudja magát helyezni ezekbe a, ezekbe a helyzetekbe. Ezért, ezért mondtam azt, hogy tulajdonképpen egy, egy tükröt tart nekünk, mert amikor ő ezt elmagyarázza nekünk, meg akkor akkor egy kicsit ki is oktat minket, akkor úgy valamikor lehet, hogy elszégyeli magát az ember, hogy na hát ez okosabb, meg inkluzívabb, mint amilyen én vagyok. De eddig ugye az volt, hogy azt mondtuk, hogy az embertársas lény, és kerestük a másik felünket, kerestük a boldogságunkat, azért volt előttünk mindig egy, egy családkép, egy modell, hogy, hogy mi felé tartunk, és mit szeretnénk megvalósítani. Ma ugye az van, hogy nagyon sokan, ha már a társkereső oldalakat ö, említettük, akkor itt megragadva, ö, állarc mögé bújva, igazából a gép mögül próbálnak emberi kapcsolatokat kialakítani, és nem is lépnek azon túl tehát ugye nem kerül sor a személyes találkozásra, nem inkább az fog történni, hogy eltávolodnak egymástól az emberek, és akkor a férfiak és nők, és akkor, akkor meg már megint ugye felmerül a kérdés, hogy nincs -e egyáltalán a faj veszélyben, bár aztán persze lehet, hogy már majd ott tartunk, hogy utódokat nemzünk ilyen formán, nem menjünk el ebbe az irányba, csak hogy, hogy megint csak egy következő kérdés, hogy a mesterséges intelligencia megjelenésével Hol van az ember, hol, hol fognak ők kapcsolódni személyesen találkozások során, intim együttlétek során. Teljesen jogos a kérdés. Ezt ma nem rakta ki még senki. Örülök, ja, lá hogy, hogy egy olyat kérdeztem, amit még nem tudja senki a választ. Nem tudjuk még a választ ezeket. Most uh, keresgéljük, hogy milyen hatással lehet az emberre. Azt viszont már látjuk, hogy olyan borzasztó gyorsan érkezik, és erre utaltál az elején is, hogy egyszerre nem tudjuk felvenni vele a versenyt, nem tudunk hozzászokni. Ugye az eddigi változások, amikor a gépek megjelentek, és sokan erre hivatkoznak, hogy hát voltak már ilyen változások, hogy elvették a munkáját a valakinek. Azok azok hosszú időn át zajlottak, 50, 100, 200 éven át. És volt időnk alkalmazkodni hozzá. Esetek fölnőtt egy generáció, tudta azt mondani a szülő a gyereknek, hogy hát az én időben ez így volt, és amíg én élek, hogy nem is lesz más, hogy egy kicsit változik, de tanulj már fiacskán vagy kislányom valamit. Ez most nem így van. Ez most a, a szülőkre, a, a, a a felnőtt emberekre ugyanúgy érvényes, mint a, a gyerekekre, sőt, a gyerekekre még jobban hat olyan szempontból, hogy nehéz megmondani nekik, hogy mit tanuljanak, és ott is igaz a szociális életre, abszolút. Tehát, hogy, hogy vajon egy egy gyerek, aki tök jól el van azzal, hogy beszélget robotokkal, és az ráadásul tulajdonképpen elsőre még nem is tűnik ártalmasnak, mert értelmes dolgokat mond neki, még az is lehet, hogy olyan módon tanítja meg a, a, a gyermekeinket az életre, amire mondjuk egy tanár nehezebben tudná, mert nem tud egyszerre mindent, és nem tud minden tanár minden gyerekkel külön-külön 7x24 órában foglalkozni. Még az is lehet, hogy, hogy, hogy szemben az internet leegyszerűsítő világával, mondjuk a pornóval, vagy bármi egyébben, lehet, hogy a szexualitásban, párkapcsolatokban is ezekből, ezektől a gépektől a gyerekek legalábbis elméleti szinten jobban meg tudják azt tanulni, hogy, hogy mi, 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 is a jó. Tehát hogy kell csinálni, de, csak befejezem, most majd, de abban meg hogy e közben... Csuriban az ujja, e, e, e meg, 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 ugye nem biztos, hogy vágyni fognak ennek a valódi kipróbálására. Ugye ha az egész egy ilyen tökéletes szimuláció, amiben nagyon jól el vannak, akkor egy nagyon nagy kérdés, amit nem tudnak még a társadalom tudósok, mert ez a probléma most jelent meg, tehát nincsen meg még jó kísérletek rá, még nem tudták ezt végigcsinálni. Ez vajon mennyire fogja az embereket elidegeníteni? Még egy mondatot, ha még a csúriban még, meg, meg tudod jegyezni? Még úgy van, már az ugyanilyen. Okay. <laughs> <laughs> Viszont az nagyon érdekes, hogy az emberek, hajlamosak arra, hogy azokat a gépeket, rendszereket, amelyek, amelyek nagyon hasonlóan működnek, mint az emberek, például a robotok, amelyek megkérik őket, hogy tartsák meg a titkukat, azokat hajlamosak felruházni emberi képességekkel. Legalábbis a szemükben a másik valami eszköz az egy emberré válik. És ezeknél a Ezeknél a rendszereknél, ennek nem tudja a veszélye vagy nem, ezt nehéz eldönt, hogy ez veszély vagy nem veszély, de ennek a, lehetősége százszázalékosan megvan. Tehát lehet, hogy egy ember úgy fogja érezni, lelkileg is, hogy ő tulajdonképpen jól megvan ezzel a valamivel, amivel beszélget, és akkor itt már azoknak a szifiknek a világába vagyunk, amikor valaki beleszeret mondjuk egy gépbe, és úgy érzi, hogy neki teljes a lelke azért, mert egy ilyen géppel együtt él. Megint sokkoltál, de. <laughs> Én most csak próbálom elmondani a, a realitását ennek. Igen, hogy, hogy meg, hogy természetes lesz az, hogy ember és gép kapcsolata, tehát, hogy hogy akkor most adja magát ez a kérdés is. És a Csurit már ugyan kivettem, de tudom, hogy mi mit akartam az előbb kérdezni, de hogy, hogy elképzelhető, hogy itt majd akkor ilyen értelemben fajok fognak egyesülni, hogy akkor ember a géppel, az, abban biztos vagyok, hogy, hogy a jövő, ha, ez, ez, most így tovább megy, már még nem látok okot rá, hogy miért nem menne tovább, és miért ne fejlődne, akkor szerintem az embert és a gépet együtt lehet majd értelmezni. Tehát, tehát mi így leszünk szerintem egy faj, gép és ember együtt. Most ez alatt nem feltétlenül azt értem, hogy magunkba építjük ezeket a gépeket, mert ugye sokan, ahogy az elején is kérdezted, ugye a te, amikor teste lesz egy ilyen cuccnak, akkor kezd de vagy aggódni, vagy akkor érti, hogy hogy működik. Tehát nem feltétlenül arról beszélek, hogy belénképítjük. Itt azért nyitnék egy zárójelet, és gyorsan zárjuk is be, mert ez nagyon messzire vezet, hogy, hogy ugyanakkor valószínűleg a gépekkel való kapcsolattartásnak a leggyorsabb módja az, hogyha összeépítik velünk őket. Ez, erre már vannak kísérletek, Elon Musknak a Neuralink projektje, az, ami egy ilyen csíp, amit az agy felületére ültetnek, az most kapta meg az emberi kísérletekhez Bizony. szükséges engedélyeket. Tehát látszik, hogy azért ebbe is megyünk, ebbe a, a gép ember interfész, így szokták ezt a szakmában. Nagy zárója bezárva. Tehát, hogy, hogy igen, igen ne mondja, be, be, nem, be, az, az mondjuk nem azt segíti el, hogy az ember maga, önmagában, mint individ, individum képes legyen egy jobb önmagává válni. És nem inkább, mert mi amiről beszélünk, az azt jelenti, hogy külön egy gépi test és külön egy emberi test, hogyha egyesül, és mondjuk egy gépbe szeret uh -huh. bele valaki. Még mondjuk ez a fajta kutatás legalábbis jelenleg én úgy gondolom, hogy azt segíti, talán az autizmust is szeretném, majd ugye gyógyíthatóvá tenni a skizofréniát, a telepátia irányába tartunk, persze. ugye? Persze. De hogy ott az ember jobbik énje? tudjon fennmaradni ez és fennmaradni. igaz, de azok a rendszerek, amikkel ilyenkor kommunikálsz az agyadon keresztül, azok mesterséges intelligencia rendszerek lesznek, és teljesen természetes, sőt már most is azok, és teljesen természetes, hogy arra is megjelenik az igény, sőt biztos, hogy így lesz, hiszen Elon Musk is most fejleszti a saját ugyanolyan mesterséges intelligenciát, az OpenAI-nak van, meg a többi versenytársnak. Tehát az teljesen nyilvánvaló, hogy ez is ott lesz, és akkor még nehezebb lesz majd egy olyan helyzetben, helyzetben eldönteni, hogy én kivel is beszélgetek, amikor te mondjuk a csippeden keresztül már túl vagyunk azon, hogy mindenkit meggyógyítottunk, akinek szüksége van rá, de a csippeden keresztül te mondjuk ismerve engem a párkapcsolatunkban nem tudjuk eldönteni, vagy nem tudom majd én eldönteni, hogy ezt most a csip mondta, vagy te. Na, és akkor én téged tényleg szeretlek, vagy nem téged szeretlek, hanem a gépetet szeretem, és erre, vagy a gépet szeretem. Hát, de erre mondom azt, hogy valószínűleg azt kell megszoknunk, hogy az embernek a jövője az egy ilyen, egy ilyen transzhumánszerű jövő, ahol az ember és a gép együtt értelmezendő. És ebben kell megtalálnunk az emberi értékeket. És szerintem ez lehet, hogy e, bizonyos szempontból ijesztő persze, mert hogy eddig nem szoktunk ahhoz hozzá, hogy van itt egy olyan valami, ami nálunk okosabb, és együtt kéne vele élni, meg ilyesmi. Azért kizárójelben megjegyezném, hogy az a sok szifi, ami arról szól, hogy ide leszáll valami UFO, és akkor miatt vele megpróbálunk valahogy kapcsolatba lépni, az most tulajdonképpen létrejött, mm -hmm. mert itt van valami, amit nem értünk, és most a tényleg az összes empátiánkra, meg, meg tűrőképességünkre, meg mindenre szükség van, hogy e, tudjunk vele beszélgetni, meg jaj, akkor mi lesz, hogyha ugye ugyanez, hogy leszáll az UFO, és akkor mi lesz, hogyha majd itten valaki össze akar vele házasodni, és akkor hogy kezeljük azt, hogy egy ufó meg egy ember. Tehát, hogy, hogy ugy, ugyanitt vagyunk, tehát hogy szerintem ezt együtt érdemes kezelni, és azon kéne gondolkodnunk, hogy mi az, amit ezzel nyerni tudunk? Például akkor, amikor mondjuk két ember valamilyen problémáját nem tudja megbeszélni, és így viszont meg fogja tudni beszélni, mert oda fordulnak a terapeutájukhoz, a gépükhez, a nem tudom mihez, ami fog nekik adni értelmes tanácsot. Egyébként velem is előfordult már, hogy a párommal beszélgettem valamiről, és látszott, hogy egy olyan talajra érünk, ahol na most valahogy érezhető volt, hogy itt most olyan jó lenne, ha ülne valaki, aki elmagyarázná nekünk, hogy most itt miről is van szó, és anélkül, hogy most mindenki amatőr pszichológusként, vagy nem tudom, egy párkapcsolati terapeutaként gondolkodna, megkérdeznénk, és azt mondom, hogy kérdezzük meg. Megkérdeztük a rendszert, és tök jó választ adott, és visszaterelte a beszélgetésünket egy olyan mederbe, ahol kellett volna, hogy mm -hmm. folyjon. Ez abban a helyzetben szerintem megmentett több napnyi feszültséget, vagy, vagy problémát. De ugyanezt el lehet mondani egyébként a a szexualitásra is, ugye erre is kérdeztél. Én Ott nem volt t csúriban a kezem egyébként, ja. és még mindig majd fogok is, igen. Tehát, hogy én nem tudom, mivel nem, nem ez a szakterületem, de majdnem biztos vagyok benne, hogy a legtöbb ember nem vitatja meg a párjával azt, hogy ő valójában mit is szeretne. Szerintem nagyon sok szexuális feszültség lehet, nem tudom, abból, hogy, hogy, hogy nincsenek kimondva dolgok, nincsenek elmondva igények, nincsen megoldás problémákra. Majd egyszerűen csak az emberek nem értik, hogy valami hogy működik, akár a szexualitásban is. Hiába van erről millió anyag az interneten, de nem találja meg, nem nézi meg. Közben És lehet, nek... hogy egy ilyen rendszer viszont segít. De közben nekem meg az az aggodalmam is, hogy a pornófüggőséget mondtad azon a ponton példának, hogy jelenleg ott tartunk, hogy nagyon komoly százalék az embereknek egyrészt rá van függve a pornóra, van egy képük a szexualitásról, még azt meg is próbálják a gyakorlatban némelyek átvinni, de a nagyobb veszély az az, hogy át se viszik. Tehát, hogy gyakorlatilag a pornófüggőség, akár az önkielégítés és annak a mechanizmusa, azok az, az emberi vagy testi tüneteket hozza magával, hogy már nem képes teljesíteni az intim viszonyulásában. Tehát, hogy pont akkor, amikor egy gép fogja majd mindezt helyettesíteni. Nekem a Tudod, melyik film jutott eszembe, most a pusztító volt a címe, talán a Szandra Bullock, meg Én a Szélveszter. És felveszik, igen, sopult. ezt talán még VR szemüvegnek mondható volt. Igen, és akkor ugye ez egyik nem értette, hogy mit akar a másik, és ugye a Szandra Bullock már egy olyan világban élt, ahol az volt az együttlét, hogy ő a lelki szemei előtt látott egyfajta intimitás, aztán onnan meg, hát ugye másra gondolt, értem, és valami ilyet látok most magam előtt. De közben megint attól tartanék, hogy akkor ez viszont nem összehoz embereket, hanem eltávolít. Hmm akkor én megpróbálok most annak ellenére, hogy kiberbiztonsággal foglalkozom, és mindig főleg a negatív dolgok kell, hogy eszembe jussanak, de most én próbálok a pozitív lenni. Hát mi van akkor, és lehet, hogy elsőre ez nagyon, nagyon furcsának fog hangzani, de mi van akkor, hogyha ha azt gondoljuk, hogy amiközben a pornó leegyszerűsíti a, a, az intim kapcsolatokat, eközben egy ilyen rendszer meg éppen, hogy megmutatja azt, hogy mennyire gazdag lehet. És persze értem azt, hogy azt mondod, hogy akkor rá lehet fixálódni, de azt is el tudom képzelni, hogy ha azt a feladatot kapja egy mesterséges intelligencia, hogy ne Fixálódja rá valaki, hanem vezesse vissza az illetőt a, a, a biológiai részekhez, uh -huh. vagy a fizikai részekhez, akkor ezt is tudja teljesíteni, és lehet, hogy megfelelő mennyiségben adagolja azokat az ingereket, most nem feltétlen fizikaira gondolok, bár ez sem lehetetlen, mert ugye például most pár nap múlva fogunk majd hallani valószínűleg, hogy valamikor hallunk majd a, arról, hogy az almás cég mit, mit tervez kihozni a piacra ebben a VR és egyéb, egyéb dolgban, és itt úgy tűnik, hogy a szenzorok, amik az ember kezén vannak, meg viseli őket meg hasonló, azoknak a mesterséges intelligencia alapú feldolgozása lesz majd a, a, a jövője a következő években ezeknek a dolgoknak. Ebből pedig az következik, hogy igenis érzékelni fogja a mesterséges intelligencia, hogy meg a stressz helyzetben vagyunk, és például azért nem tudunk teljesíteni, mondjuk szexuális téren, vagy éppen azt is érzékeli, hogy ha valami jó nekünk, és tud adni erről visszacsatolást, hogy ez most akkor jó. Tehát szerintem egoltható az, ha ügyesen ö, adagoljuk, hogy a mesterséges intelligencia az ne elvegyen ebből, a, ebből az intim dologból, hanem hozzáadjon, segítsen minket Csak, a megfelelő erre a szintre. Tehát ha most Szerintem, van igen, végülség, Ha erre van üzleti van, igény, akkor igen. Ja, hogy ez ettől fog fújni. Tehát, hogy nem, Ezt nem az, hogy tudom. az én abéli szándékom, hogy én vágyom. Egy férfi társaságára, meg, meg egy társas kapcsolatra, az valószínűleg nem lesz elég, mert most jelenleg nem tudja biztosítani számomra a mesterséges intelligencia. Azért mondtam, hogy van-e üzleti igény, mert ugye ezt a monopolit játszuk most. Uh -huh. Tehát, hogyha egyébként az embereknek igénye, és szerintem úgy, ahogy a társkeresés egy óriási igény, úgy ez is szerintem egy óriási igény. Ha azt kielégíti valaki, és ez egy működő modell, akkor biztos, hogy fog rá tervezni olyat, ami pont azon a határon fog mozogni, hogy se nem legyen túl intrúzív, se ne legyen túlságosan távolságtartó, ne szoktassa saját magát rá, és így tovább. Például mondjuk ott vannak a deepfake -ek. ugye erről beszéltünk az, hogy most már nagyon nehéz elhinni valamiről, hogy hiteles vagy nem hiteles. Igen. Pornóban is létezik szinte, ott indult, hogy ráteszik valami, valamilyen celebritásnak, hogy valakinek uh -huh. az arcát valamire. Mi van akkor, hogyha megfelelő mennyiség, most tudom, hogy sokan fognak utálni ezért, de megpróbálok elmenni valahogy, el, elgyalogolni ezen a vékonyos vényen, de az, az ai jal kapcsolatos dolg összes ilyen, az ilyen aknamező, tehát hogy amint mondok, majd biztos, hogy valahol fölrobban valami. De hogy, hát nem öm, értjük szerintem nem, nem értjük meg, igen, meg, meg, meg félünk igen, félünk, de, így meg van, minden, és persze, lesz. és akkor bármi kidúrna egy lufbalon, és lőttek. Tehát, hogy mi van akkor, hogyha ha egy megfelelően adagolt uh, deepfake, ugye elég rossz az elnevezése inkább, azt mondanám, nem is tudom, másolat. Egy megfelelően adagolt másolat, mondjuk pornó, akár egy párnak, a két tagjáról egymásnak, egy intim környezetben, az lehet, az lehet egyébként akár ösztönző is. Tehát, hogyha ez például egymásnak készítik, nem tudom, most csak eljátszottam uh -huh. a gondolattal. Akkor lehet a technológiát esetleg arra használni, hogy mondjuk egy nőben vagy egy férfűben egy megfelelő helyzetnek a kialakításában elindítsanak valamit. Lehet, hogy ugyanazt a helyzetet mondjuk egy, egy, sőt biztos, egy férfinak meg egy nőnek valószínűleg máshogy kell majd tálalni, de lehet, hogy ezt a mesterséges intelligencia végre tudja hajtani. És lehet, hogy azzal fogják egymást fölhívni, hogy te figyelj, megnéztem ezt az izét, amit csináltam, a mi kis droidunk nekünk, és én nem tudom, mert ráérsz este. Tehát, hogy, hogy szerintem ebben is játszhat szerepet a mesterséges intelligencia. Nem feltétlenül csak abban, hogy magára szoktat minket, és aztán már egymással nem is fogunk semmit csinálni. Igen, Mert én, én félnék attól, vagy izgulok, hogy mondjuk a, a kémia, amire te is hivatkoztál, ugyan, amikor azt hiszed, hogy megérzed a másik illatát, Izony. a bőrének a tapintását, uh -huh. vagy egy szexuális hogy ha szenvedéről beszélünk, az nem mind kizárólag az embernek a sajátja, és nem egy pótolható valami mondjuk egy gép állta. És hogyha ez viszont ennek a fejlődése miatt kivész belőlünk, mert egyszerűen egy olyan körülményt teremt, mindaz, amiben most élünk, hogy, hogy ezt képes lesz-e valaha egy gép lemásolni, pótolni, megadnunk nekik, vagy újból ébreszteni azt a vágyat. Ha erre szerintem az embereknek igénye van, mert szeretnék, mert ettől érezzük magunkat embernek, akkor szerintem ez működni fog, különösen akkor, hogyha azt az időt, amit arra használunk, pontosabban azt az időt, amit úgy nyerünk, hogy a gépek dolgoznak helyettünk, mert ugye e felé haladunk, hogy itt valószínűleg mindenki kapja majd a fizetését, a robotok meg a gépek meg dolgoznak helyettünk a dolgokat, amit szerintem egyébként senki se akar csinálni, csak kénytelen. Tehát most már ezeket majd a gépek csinálják, de visszatér az hogy hogyha ezt az időt nem valami butasággal töltjük el, hanem például azzal, hogy egymásra figyelünk, meg egymással foglalkozunk, vagy éppen akár a, a szexuális életünket javítjuk, vagy a párkapcsolatétünket, vagy, vagy, vagy több romantikus pillanatot tudunk együtt megélni, mert nincs ott az a stressz, amit mondjuk a munka hiánya okozna, vagy a fizetés hiánya okozna, vagy bármi egyéb, vagy az a az a környezet, aminket. Ha erre ezzel foglalkozunk, akkor ez meg fog maradni. Az egy jó kérdés, hogy hosszú távon, vagy akár középtávon az emberiségnek erre van-e igénye. Mert most azt gondolom, hogy igen, de mi mind a ketten egy olyan. Területről, olyan időszakból jövünk, ahol még nem a gépek irányították uh -huh. ezeket a dolgokat, minket még hagyományos módon neveltek föl. Tehát lehet, hogy mi nem is tudunk így gondolkodni. Lehet, hogy a következő generációk már máshogy fognak erről gondolkodni, mert lehet, hogy mi nem tudunk ezt hozzászokni, mindig azt fogjuk mondani, hogy hát jó, jó ez a gép, meg tetszett ez a szimuláció, meg igaza is van abban, hogy így kéne csinálni, de én inkább kinyitnék egy üveg bort, és itt ücsörögnék a másikkal. De lehet, hogy a következő generáció majd mást mond erről, hogy nem így kéne csinálni mennyire nagy annak a veszélye, vagy nem, ért, nem tudom, hogy ezt veszélynek mondhatjuk el, hogy, hogy egyrészt megszűnnek az individumok, és lehet ez akár párkapcsolatban is, hogy Hát most éppen dacolunk az ellen, hogyha a filtereket nézzük, hogy ugye sokakat lelkileg megnyomorít az, hogy a túl tökéletes felé tartó világban élünk, vagy próbálunk élni, és nem mindenki tud ezzel azonosulni. És akkor most még jön ráadásul ezen májkébe, aki meg megadja nekünk a tökéletes választ, én ki tudom magamnak találni a tökéletes profilját a másik félnek, és hogy akkor ez aztán hova fog majd eszkalálódni. Hmm. Tehát ez egy, ez egy, veszélyfaktor lehet egyébként ebben a történetben? Igen, szerintem lehet egy veszélyfaktor. Én, én azt hiszem, hogy az emberek azért keresik a tökéletlent is közben. Igen? Aha. Szerintem ez benne van. Szerintem ez benne van. Én tudom magamról, hogy, hogy ö, például a, a, a tökéletes szépet, akár férfiban, akár nőben nem tudom megjegyezni. De elfelejtem. De nem lehet, hogy inkább telítődik vele az ember, mint egy lufja, amit töltesz-töltesz vízzel, és is. azt mondja, hogy jó, a fenébe már ez az egész, életnek nem tudok megfelelni, én jó leszek itt tökéletlenül is. <laughs> ez biztos benne van, de én azt hiszem, hogy amikor ránézek valakire, vagy valamire, és az túlságosan tökéletes, túlságosan érti, hogy, hogy mit akarok, az nekem lehet, hogy nem annyira szimpatikus. Én, én tudom magamról, hogy nekem nem annyira szimpatikus. Én keresem a, a dolgokban az érdekeset, ami nem annyira tökéletes, ami nem teljesen szimmetrikus. Hát azt is tudjuk, hogy ha valakinek letükrözzük az arcát, akkor rémálom, hogy hogy fog kinézni. Tehát, hogy igenis, ez szerintem jó. Na az viszont egy tény, hogy a mesterséges intelligencia ezt is meg tudja tanulni, és hogyha akarjuk, akkor tud nekünk nem tökéletes dolgokat is csinálni, amik szimpatikusak lesznek számunkra. Egyébként nem most is ezt csinálja. Például, a, a, amikor animát, animál a mesterséges intelligencia, tudja azt, hogy a, a szemünkkel nem mindig egy helyre nézünk mereven. Ha én most ebben a beszélgetésben fizikailag végig csak rád nézek, akkor szerintem olyan érzésed lesz, hogy itt valami mentális probléma van. A szemünk állandóan mozog folyamatosan vibrál, keres dolgokat, akár csak egy nagyon picit elmozog. És ezt evolúciós szempontból érzékeljük, vagy azt is érzékeljük, hogy ha valakit ismerünk, akkor felemelkedik a szemöldökünk automatikusan. Ezt, ezt nagyon, ezt Vissza tudjuk fogni, ha nagyon akarjuk, de automatikusan. És ezek a dolgok, ezek mind evolúciós módon jutottak ide, és ezekre az emberek érzékenyek. Tehát a tökéletességet nem annyira szeretik szerintem, inkább, inkább ezeket keresik ösztönösen. Viszont a gép ezeket is elő tudja állítani. Hmm. Tehát ilyen szempontból még mindig fennáll az a kérdés, hogy vajon a, a nem tökéletes, de nekünk nagyon jó dologba bele tudunk-e szeretni meg, meg akarjuk-e ezt majd, mint kapcsolat, és erre nagyon nehéz válaszolni, nem, nem tudom. Ezt nehéz megmondani. Hát meg még egy végső nagy kérdés itt a rádióhallgatók füle hallatán is szintén az, hogy ha egyébként meg ennyire elő tudjuk állítani a tökéleteset, vagy tökéletlen tökéletest, akkor egyáltalán szükségünk van-e fizikailag az emberre? Hát igen. Na, a kutatók jó része most főleg ezért aggódik, hogy hogy mely, melyik az a pont, ahol akár maga a mesterséges intelligencia, akár az emberek ezt a kérdést fölteszik, hogy ránk mi szükség van itt. Én azt hiszem, persze ezt, ezt nem tudom, mert senki nem tudja, ez egy óriási kérdés, hogy szerintem az emberekre jó lenne, ha szükség lenne. Én szeretném azt hinni, hogy az a képesség, amivel létrehoztuk a mesterséges intelligenciát, annak van még más előnye is. Nem csak az, hogy egyszer létrehozott egy nála tökéletesebbet és elvégezte a feladatát. Én ebben, én ebben hiszek. Én azt hiszem, hogy, hogy ott még nagyon sok lehetőség van, ami, amit most a vallások nagy erőkkel képviselnek, hogy hát a lélek és a tudat, ami, 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 ami egy jelenleg úgy gondoljuk, hogy nem gépiesíthető dolog, de hozzáteszem, hogy jelenleg úgy gondoljuk, az, az, viszont egy olyan valami fölülről érkező Istentől, vagy valahonnan érkező valami, ami viszont mindenképpen meg kell, hogy maradjon. És ez az a hajtóerő, ami, ami vég, végül is előállította a mesterséges intelligenciát is, de ugyanúgy ez az a hajtóerő, ami összehoz minket, ami mondjuk társas lényekké tesz minket, mert erre szükségünk van, vagy az a morális iránytű, az, az iránymutatás, az, 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 az nekünk idézében lesugározták, azt nem megtanultuk, hanem az eredetileg is bennünk van. Viszont a mutkopont beszélgettem Köves Lomóval erről a, erről a kérdésről, és és azt azt feszegettem, hogy, hogy de mi van akkor, hogyha azáltal, hogy nagyon sokat beszélünk erről, azáltal tulajdonképpen kiírjuk magunkból ezeket, elmondjuk magunkból ezeket, és mi van, hogyha ebben tulajdonképpen kicsit ilyen transzcendentális módon belekerül a lelkünk, és ezt is meg tudja tanulni egy gép. Tehát lehet, hogy ő is őt is fel tudjuk ruházni ezzel, és akkor most még csak egy egy nyugat-európai, nyugati gondolkodásban vagyunk, nem vagyunk Ázsiában, például Japánban, ahol azt gondolják, hogy a robotoknak lehet lelke, vagy ahol mondjuk előfordulhat az, hogy, hogy ő tudattal rendelkezik, gondolkodik, és a többi. Tehát kultúránként is változik ez, és arról még nem beszéltünk, meg most már szerintem nem is fogunk, hogy a, hogy a, a, a mesterséges intelligenciának az ízesítése is jellemző lesz, mert most még egy valamiről beszélgetünk, de ahogy a kultúrák, közösségek a világon már hogy mindenkinek lesz majd valamije, ami az ő gondolkodásmódját, hagyományrendszerét, normarendszerét jobban lemodellezi, és azokat a válaszokat kapja tőle, amit több ezer éve megszokott, vagy több száz éve megszokott, és ebbe beleértem a vallásokat, beleértem azt, hogy kollektivista egy társadalom, vagy individualista, hogy inkább egyénekre, az egóra helyezi a hangsúlyt, vagy sem. Tehát, hogy ebben még nagyon sok változás lesz, sok ilyen, én úgy hívom, hogy ízesítés, és annak az eredményét sem tudjuk még hogy mi van akkor, amikor majd ezek a ezek a világ norma rendszer, vagy világ értékrend alapú mesterséges intelligenciák tanítják az embereket dolgokra. Mert lehet, hogy ugyanazt a munkát fogják tovább végezni, és ezzel sajnos tovább mélyítik az árkokat az emberek között, ami, ami eddig volt. Tehát nem összehozza őket egy darab világ bölcs mesterséges intelligencia, hanem még professzionálisabban szétválasztja egymástól mondjuk a világokat és az ott élő embereket. Csak abban reménykedem, hogy nem teszi ugyanezt a párokkal is. Abban igazad volt, hogy most a rádió hallgatók számára véget ért a beszélgetésünk, mert elfogyott az időnk, de azért még mindig van bennem egy-két kérdés, mondtam, hogy nem lesz ez csak ennyi elég nekünk, úgyhogy én egy kicsit folytatnám veled az interjút. Aki erre a folytatásra kíváncsi, ez természetesen hallgasson meg minket a YouTube-on. Keleti Artúr volt a vendégem, akinek nagyon köszönöm, hogy próbált minket egy picit hát képbe hozni a mesterséges intelligenciával, és remélem, hogy a hallgatók számára is érdekes és izgalmas volt ezt hallgatni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és elfogadtad a meghívást. Simon. Köszönöm én is, nagyon izgalmas volt. Szellák Vivian szerkesztőtársam nevében búcsúzom most önöktől, és akkor hallgassanak minket tovább a Youtube-on, és szép napot viszont hallásra. A műsorszámot a Nutriverzum támogatja. Szóval, ahogy mint individuum, hogy, a, hogy, az ember majd hogyan fog formálódni, ehhez alkalmazkodni, az biztos, hogy most még egy ilyen költői kérdésnek számít, de ki lesz, vagy ki lehet az, aki egyébként ezt a helyes mederben tudja tartani? Tehát, hogy ez, ez egy ember, majd nem tudom, Elon Musk mert az ő nevét ismerem, fogja majd ezt mondani. Tehát, ugye ezt most nagyon sok, kér... <laughs> sok kérdést vetettél fel, és nekem meg azon zakatolt az agyam, hogy igen, hogy annyi félék vagyunk, a sokszínűséget hirdetjük, most tanulunk meg együtt élni azzal a fajta sokszínűséggel, amilyenek vagyunk hogy bár azt mondtad, hogy ugye képes lesz valamilyen formában ugye különbséget tenni a mesterséges intelligencia ebben, azért, azért, a ritmus az megint csak nem lesz mindegy. És mi van akkor, hogyha ő nem akar majd különbséget tenni, hanem egy nagy, nagy gyúrmát akar belőle gyúrni, és akkor egyféle lesz az ember. Tehát, hogy ki fog ennek majd megállt parancsolni, akkor már esetleg azt érezzük, hogy ez túl megy rajtunk, vagy egy olyan irányba kezdett el formálódni, ami viszont nem feltétlenül a mi hasznunkat szolgálja. Visszafelé válaszolnék, először egy kicsit, kicsit úgy de aztán oda megérkezünk, amit, amit kérdezel, hogy ha, ha megnézed azt, hogy, hogy hogyan képzelünk el nagyon fejlett más bolygókról számazó civilizációkat, ott elég gyakran amellett érvelnek a kutatók, hogy valószínűleg, hogyha vala, valamelyik faj már nagyon fejlett lesz, akkor túl fog lépni azokon a dolgokon, amely, amely őt oda juttatta az első első irányból, vagy nagyon-nagyon sok idővel az előttről. És ebben lehet, hogy benne lesz az is, hogy mondjuk különböző nemek vannak, benne lesz az is, hogy nagy különbségek vannak az emberek között, benne, lesz az, benne lehet az is, hogy, hogy mindenki saját magát tolja előre, és nem közösen végezzük a dolgunkat, mert ezek bizony mind valahonnan nagyon mélyről evolúciós okokból jönnek, a fajfenntartás szerepe fontos, ezért gyakorlatilag a legfontosabb dolog, amin állandóan gondolkodnak, legalábbis a férfiak, úgy veszem észre, az nagyjából az evés és a szaporodás. De, de, de az biztos, hogy ezek mind olyan utasítások, amelyeket kapunk, így születünk. És hogyha egy faj nagyon fejlett, akkor könnyen előfordulhat, hogy ezek már nem lesznek olyan fontos dolgok. Mert más lesz a célja a fajnak, meg mm. máshogy is meg tudja oldani az ő túlélését, ahogy itt is utaltál rá, hogy lehet, hogy már majd így is szaporodunk, mert nem biztos, hogy szükség lesz arra, ahogy eddig csináltuk. Tehát még az is benne van szerinted a pakliban, hogy mint nő és férfi eltűnik? Igen. A létezés, hogy ez a ez fogalom lehet. akár, vagy nem, nem tudom, Ez lehet ez, hosszú távon, persze. Uh -huh. Most nyilván nem arra gondolok, hogy megjött a cseh GPT, és uh -huh. három, három hét múlva már nem is lesz férfi és nő, meg senki se. Nyilván nem erről van szó, csak előfordulhat. Ez egy logikus irány, fejlődési irány. De az is lehet, hogy az emberiség úgy dönt, hogy neki ez kell, mert hogy ő ezt nem, tudom, valami miatt fontosnak tartja. És, és akkor így visszahoznám az eredeti kérdést, meg a választ rá, hogy, hogy amennyiben mi. Mi azt látjuk, hogy van egy típusú fejlődési irány, és arra szeretnénk fejlődni, akkor nyilván ezeket a modelleket úgy kell hangolni, hogy ennek megfeleljen, ennek, a, ennek az iránynak. Tehát itt, itt, itt jelentkeznek azok a kérdések, hogy mi a jó, meg mi a rossz, és hogy azt kimondja majd meg nekünk. És ez viszont egy óriási gond, ma, mert ha belegondolsz, ezért mondtam, hogy tükröt tart nekünk a mesterség és intelligencia, ezt most nem tudjuk megmondani. Hogy, tehát tudjuk, persze mindenki tudja a saját válaszát, mert elmész, a, nem tudom, egy templomba, ott is elmondják, hogy mi a jó, meg a rossz, meg ha elmész meghallgatni az ilyen-olyan tanácsát A valakinek akkor is, tehát, hogy vallások, közösségek, kultúrák, országok, normarendszerek, azok mind máshogy definiálnak dolgokat. Persze, van néhány alaptétel. Ez a nem öljük meg egymást. Tudom, én, normálisan viselkedünk, de már a normális is mi az, hogy mm. normális. Meg tehát, Ezeket mi? tudja a mesterséges intelligencia, igen, tudja. hogy vannak különböző kultúrák, vannak igen, különböző tudja. vallások tudja. is. Tudja. Uh -huh. Tudja. Hiszen elolvasta a szent elolvasta az a, a információkat, sőt, a Facebooknak most jön ki egy új nyelvi modellje, ami már tud 1100 nyelven tulajdonképpen beszélni. Ez nagyon fontos, mert összesen 4000 nyelvet felismer, ami kb. a fele annak, ami a világ összes nyelve, és ezzel egy kicsit egyébként tovább is örökíti őket, vagy legalább megőrzi őket, mert nagyon sok nyelvet nem tudunk már beszélni, hogy kihalnak. de ami a lényeg, hogy, hogy körülbelül száz nyelvet tudnak ma ezek a rendszerek, a ma működő rendszerek fordítani, megkezelni, ez meg több mint ezre többet tízszeresét fogja tudni, és ezeket mondjuk a Bibliának, meg egyéb szentírásoknak a fordításából tréningezték föl, mert ugye van néhány könyv, amit minden nyelvre lefordítottak, vagy majdnem minden nyelvre lefordítottak. Tehát igenis tudja a mesterséges intelligencia, hogy mik ezek a norma rendszerek, viszont ez egy nagyon jó kérdés, hogy hogyan Mire ízesítsük be, mit mondjuk neki, hogy éppen itt, jelenleg, aktuálisan, amikor beszélgetsz ezzel az emberrel, akkor most melyiket kell használni ezekből a, ezekből a dolgokból. És egyiket a belegondolsz, a közösségi média már most is ezt csinálja. Tehát a, a Facebook mondjuk, az tudom én, Egyiptomban, vagy a Közelkeleten, vagy Ázsiában, vagy Európában a, a, egy képről, vagy egy szövegről nem ugyanazt mondja, nem ugyanazt engedi át. Valahol azt mondja, hogy na ez sérteni fogja a helyi közösségeket, valahol meg azt mondja, hogy persze, oké, okay, mm -hmm. had menjen. Tehát ezért, ez már most is zajlik, sőt ebben használnak mesterséges intelligencián, és az viszont egy nagyon fontos kérdés, hogy, hogy mi lesz ez a, ez, a, ez a norma rendszer, és ezeket próbálják a kutatók jelenleg belepakolni ezekbe a rendszerekbe, csak az a szórakoztató, hogy ezt mind ugyanazok a nagy gyerekek csinálják, a technológusok, akikről az elején beszéltünk. Tehát, hogy ők játszanak tulajdonképpen bölcset, és próbálják a fontos 10-15 szabályt meghatározni. Gondolom előveszik az Asimov könyveket, mert hogy azon nevelkedtek, meg a, meg a, dalai láma tanításait, és akkor ezekből próbálnak összerakni egy ilyen, mit kell tudni a mesterséges intelligenciának. Na, de nevű mixet. Ehhez joga? Tehát, hogy mi emberek ugye különbséget teszünk jó és rossz között. De mi van, hogy ha az, aki ezt a mesterséges intelligenciának megtanítja, ő éppen a rosszat jónak látja, Nagyon és jó. ezt fogja megtanulni az emán. Nagyon jogos kérdés. Jelenleg a, amik, amik, most, amiket most tréningeztek ezek, ezek a mesterséges intelligenciák, ezek nyugati nagyrészt kapitalista kultúráknak a gondolatvilágát tükrözik, mert azok a technológusok, akik ezeket irányítják, így gondolkodnak. Pont. Uh -huh. Viszont eközben már elindult az, amiről beszélsz, hogy a, ezeket a modelleket részben lemásolva, meg saját célra használva. Nyilván egy diktatúra, egy terrorista, egy teljesen máshogy gondolkodó, akár pozitíven, de máshogy gondolkodó nemzet politikusok, gazdasági emberek, bárkik máshogy is be tudják tréningezni. És ez be is kell azért, ezt tegyük hozzá, mert hogyha elképzelünk egy nagy vállalatot, akit fölhívsz telefonon vagy valahogy, és szeretnél vele beszélgetni, hogy nyilván nem kezdheti előadni a, azt, hogy hogyan készíts bombát, vagy nem tudom, mi nem, nem mondhat neked valami olyan dolgot, amit nem vársz attól a szervezettől. Tehát nyilván mindenkinek megvan a saját vállalati, szervezeti, egyéb kultúrája, és annak megfelelően kell egy ilyen, egy ilyen okos ember tréningezni, ahogy betréningezik mondjuk az ügyfélszolgálatost is, hogy ne beszéljen butaságokat, amikor beszél valakivel, még ne legyen abból percenként per, hogy sértegeti a mesterséges intelligencia az ügyfeleket, amikor felhívják. Tehát, hogy ezeket biztosan meg kell csinálniuk, viszont itt egyelőre, hogy ki határozza meg a fűszerezést, hmm. ki mondhatja meg, hogy hogy legyen, erre semmilyen szabály nincsen, és a, a, kutatók nem véletlenül mászkálnak ilyen szenátusi meghallgatásokra, mondjuk Amerikában, és ott pont ezeket mondják, amit az előbb kérdezték, pár nappal ezelőtt volt egy ilyen, hogy tessenek nekünk megmondani, hogy mik ezek a szabályok, amiket ezekben a rendszerekben be kéne állítani, amikor mi beállítjuk, csak mondják meg. Csak ezt nem tudja senki sem megmondani, mert túl gyorsan jött, a törvényhozás az le van maradva még a, a, az internettől is, tehát az szerintem kb. ennyi. Tehát, hogy nagyon nehezen, nagyon-nagyon nehezen, ha azt hiszi valaki, hogy majd az Európai Unió, meg a szabályzás, meg minden, szerintem ez nem fogja megoldani. Valakinek meg kéne mondania, de a világ bölcsei azok már nem léteznek. Tehát nincs, oda megyünk, és azt mondjuk, hogy majd ő, illetve Bocsánat, mindenkinek van a fejében egy ilyen bölcs, tehát lehet, hogy valakinek ez a pápa az, vagy a dalai láma, vagy, vagy egy főrabbi, vagy mit tudom én, de, de ez nem mindenkié, hanem egy bizonyos közösségé. Hát meg ma már, és sajnos a nevet nem fogom tudni sajnos visszaidézni, de talán a, a, az Open Eye-nak a feltalálója, kitalálója mondott aztán nemet, és visszlátott, hogy ő ezt már nem akarja, mert hogy olyan szintre fejlődött, ami ami szerintem már nem helyes. Nem, nem tudom, hogy jól mondom-e, Geoffrey, Geoffrey, nem tudom, hogy igen, hát, igen, hát igen, fogod tudni Mesterséges intelligencia egyik apukája, apukája, apukája. Dönt, döntött úgy, hogy ő akkor így ebből most visszavolt. És kis elkezdett kis aggódni, és az aggodalmainak ugye hangot is van, adott. Ezt na sokan most, teszik most, igen. Na, mo na most akkor kinek higgyek én? <laughs> hogyha az, aki ezt az egészet kitalálja, segít, és eljutatja egy olyan szintre, ahol csak ma tartunk, majd elkezd ebből kihátrálni, hát akkor miben bízhatok én? Hát jogos a kérdés, de én nem megbántva senkit, aki, aki letette ezeket a hatalmas teljesítményeket az asztalra, én ezt nem érzem egy felelősség teljes dolognak. Tehát szerintem ez nem áll. Mert hogy meg. azt, hogy kiszállt belőle? Igen, igen, az, uh -huh. hogy, tehát, hogy szerintem ez, ez, ez nem oké. Okay. én azt érzem, hogy, hogy, hogy ez egy komoly változás, amit végig kell harcolnunk, végig kell küzdenünk. És ebben szerintem minden okos emberre szükség van. Nem arra van szükség, hogy elmondja, hogy ez így hülyeség, és romboljuk le, és állítsuk le, hanem arra van szükség, hogy kitalálj közösen, hogy me, hogyan irányítsuk. Például ezeket a szabályokat közösen alkossuk meg. És hogyha nincs senki, aki ki találja, akkor találjuk ki. -e. Én mindig ilyen szemléletű voltam, kicsit ilyen szolgáltatói, ö, szemléletű, gondolkodású ember, hogy hát ha nincs, nincs szabály, akkor csináljunk. És egyébként ezt csinálják ezek a szolgáltatók is, tehát a, a, a Meta, ugye a Facebook régebben, mm. és mindenki más a Google is, ők létrehozzák ezeket a szabályokat. Az egy másik kérdés, hogy időnként olyanokat csinálnak, ami nekünk nem tetszik, és akkor jön, jön a szenátusi grillezés, meg ilyesmi, hogy akkor hogy akkor jaj, hát ez nem így kellett volna. És persze utólag mindenki marha okos tud lenni, hogy ez, hogy kellett volna ezt a csoportot nem elzárni, meg nem letiltani, meg ilyesmi. De, de ma, ma, jobb eszközünk nincs, mint hogy ezek a, ezek a szervezetek, csoportok mondanak valamit. És természetesen azt is meg kell csinálni, szabályzás ide vagy szabályzás oda, hogy néhány alapvetést le kell szögezni. Ezeket már nagyjából letették. Tehát, hogy mondjuk a mesterséges intelligencia az ne sértsen, meg ne bántson meg senkit, tudom én, ne okozzon a halálát embereknek. Tehát néhány ilyen dolgot már leszögeztek, hogy hogyan legyen segítőkész, és így tovább, hogyan lehessen megbízni benne, hány százalék igazságot kell minimum mondjon, amikor beszél, hm. hogy tehát, így, ilyenek is vannak, de, de hogy, de körülbelül eddig jutottunk el, és olyan tempóban fejlődik a világ, és ez, ez az egész megoldás, hogy nekem van egy olyan érzésem, hogy szerintem azt, hogy ő meddig mehet el, az saját maga fogja leírni. Oh. És aztán majd maximum mi ráütünk egy pecsétet, hogy igazad van. Mert például, ha ezt a beszélgetést mondjuk egy mesterséges intelligenciával folytattad volna, és nem velem, szerintem néhány személyes részen kívül a jelentős részét nagyjából ugyanígy el tudta volna ő is mondani. Tehát ez már nem feltétlenül kell ember. Bár mondjuk még egy dolgot akartam neked mondani, itt no. még, még, a, még, még volt a férfinői témához, hogy, a, hogy ennek a GPT-nek, ami most volt, volt egy korai verziója, amivel én. Tehát nagyjából másfél évig játszogattam, még mielőtt Cseh gp lett volna, tehát ugyanígy beszélgettem vele. És akkor csináltam egy ilyen nem reprezentatív kutatást férfiak és nők között, főleg párok között, akik végighallgatták az előadásaimat, hogy beszélgettem meg, vagy ilyesmi. És megkérdeztem tőlük, hogy egyébként egy ilyen kapcsolatban, a, a, amikor mind a ketten beszélgetnek a mesterséges intelligenciával, hol van a megcsalás határa? Tehát, hogy honnan, honnan, gondolja egyik vagy a másik fél, hogy na, itt már túlmentünk egy határon, hogy te ezzel az izével csinálsz valamit. És nagyon érdekes volt, nem lesz nagyon váratlan, de, de az, is, az is érdekes, hogy hozza a formáját a dolog. A, a férfiak azok általában vala, valami olyan, tehát kicsit ilyen fizikai irányba vitték a dolgot, tehát hogyha valami vágy keltődik, meg, meg azon fantáziával, vagy esetleg valami fizikai dologra sor kerül, képek, videók, robotok, stb., a, a, ott náluk ott van a határ. Tehát akkor ő kész. A hölgyek pedig szinte kivétel nélkül azt mondták, hogy amikor elkezd vele a párja olyan dolgot megbeszélni, amit vele nem beszél meg. Tehát ők meg egy ilyen bizalmi, síkra húzták ezt a dolgot. És ebből is látszik, hogy tényleg nagyon más, hogy állunk hozzá ezekhez a, ezekhez a rendszerekhez, Viszont szerintem ezeket a, a, mesterséges intelligencia tudja kezelni, és szerintem képes arra, hogy, hogy mindenkinek azt adja, amit, amit szeretne kapni egy ilyen helyzetben. Artur, legyen ez a végszó, mert tudom, hogy neked menned kell, és körülbelül öt perc választ minket attól, hogy neked innen repülő rajtot kelljen venned, de egy nagyon sármos képet szeretnék még veled elkészíteni, szóval, hogy... Hát lehet, de, lehet hogy ez kell egy filter, de, de azt nem lehet, úgyhogy majd megpróbálok mert nagyon jól már kinézni. Is tökéletesnek látlak. Köszönöm szépen, már megérte. Na látod. csak hogy azért elvegyük az élét a beszélgetésüknek, mert hogy nagyon sok mindent megtudtam tőled, Tény, hogy nem sikerült megnyugtatni sok szempontból, de valahol meg reménykeltő, hogy, hogy tarthatunk egy szebb és még jobb világ felé is, tehát hogy mi mindig benne van és ennek a határán még. mozgunk, és az a kérdés, hogy majd milyen irányba fogunk elmozdulni. Még egy dolgot hagyd tegyek gyorsan hozzá, Igen. és szerintem ez nagyon fontos, mert, mert, mert szerintem ez eszenciál dolognak, hogy ez egy változás, ami folyamatosan zajlik. Tehát ezekről általában sokat kell beszélgetni. Tehát mondjuk ez, ez, ez például egy érdekes induló beszélgetés, de én, én, én tökre benne lennék, hogy valamikor, nem tudom milyen távon, esetleg folytassuk és nézzük meg, hogy most hova jutottunk, és hogy most merre kell előre menni, mert ez, ez a jellemző, hogy ez kéne, hogy legyen a jellemző hozzáállása az embereknek ez a dologhoz, tehát nem az, hogy most lerögzítettem valamit, és akkor ez így lesz, és akkor utálom a gépet, vagy nem, hanem nézzem azt, hogy ez merre megy, és hogyan tudom ezt én úgy felhasználni, hogy az nekem, meg a páromnak, meg az életemnek jó legyen. Hát én nagyon is benne vagyok, hogy egyszer mi még folytassuk, hogy Szuper. ne, ne csak egyszer ezt a beszélgetést, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ennek a lehetőséget így fel is ajánlottad, élni fogok vele. Nem tudom, mennyit kell vajon várnunk, lehet, hogy csak egy két napon, hogyha most ez a folytonosság ilyen gyors ütemben zajlik, lehet. de lehet, hogy kell egy kicsit többet és Minden esetre köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és beszélgettünk a köszönöm Köszönöm szépen én is. Tartsatok velünk jövő héten is, természetesen akkor is lesz hashtag no filter, nők filter nélkül. Remélem, és remélem, hogy én fogok itt ülni ebben a székben, és én kérdezhetem a vendégünket. Szép napot mindenkinek, sziasztok! A műsorszámot a Nutriverzum támogatja.